Anna tejvé, Anna tejvé, Anna tejvé, Anna tejvé, és a nyelvő, a magyar megtűzik, a nyelvő, a nyelvő, a nyelvő, a és hogy elfény, úgy mondta meg, hogy lány mögött. Énekel! Köszönjük szépen Bábics Gábor, tangoharmonika művész. Gratulálok! Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! A nagyon nagy tisztelettel köszöntelek benneteket a mai hagyományos fél évzáró taggyűlésünkön és a juniálisunkon. Külön köszöntöm a meghívottjainkat, Gőgő Zoltán parlamenti képviselő urat, a MSZP megyei elnökét, Horváth László urat, a nyugdíjas sok országos szövetségének a vezetőségi tagját, Schwarz Béla polgármester urat, Gordán László elnökhelyettes urat és a kérdelemet urat, és természetesen minden kedves megjelent hölgyet és urat, kedves barátunkat. Ketté osztanánk ezt a mai napot, meghallgatnánk két urat, utána pedig baráti beszélgetés lenne, meghívunk egy lángosra benneteket, egy kis sörözgetés, borozgatás, zene, és addig leszünk, amíg a készlet tart, vagy ameddig jól érzitek magatokat. Folytatódik ugyanaz a társadalmi politika, ami eddig. Az Orbán nem a szegényeknek akar segíteni továbbra sem, a kisembernek, hanem a gazdagoknak. Ez az SZIA törvény kapcsán egyértelműen látszik. Megint nem oda nyúlt, ahol sok embernek is komolyan tudna segíteni, mondjuk mind a románok az áfához, például az élelmiszereknél, hanem azt mondja, hogy 120 milliárdot elenged a magasabb jövedelmi kategóriákból, és ehhez tesz egy újabb családtámogatási rendszer, de az megint csak annak jó, aki dolgozik és sokat keres, tehát innentől kezdve ez egy nagyon karakteresen más, mint mi szeretnénk. Mi azt mondjuk, hogy a minimál bérnek adómentesnek kell lennie, és legalább 100 000 forintnak a legalacsonyabb kategóriában nettóba, illetve a szakmunka kapkézetben pedig 125 ezernek. Ez a módosításunk benne van, szeretném jelezni. Ezen felül a várólisták egyéb megszüntetésére tettünk még komoly forrásokat. Ja, van még ebben az országos csatálókban, az olimpiásban egy nagyon aranyos dolog, nem egy kettő. Az egyik, hogy a nemzet egységét a kövért szentesíti meg, mert ő, vagy testesíti meg, mert ő nevezné ki azt a 24 embert, aki majd ezzel az olimpiai ügyjel foglalkozik, hát ezt. A másik pedig az, hogy majd 2024-ben az olimpiai rendezés hasznából támogatni fogják az egészségügyet 300 milliárdot. Most ez 10 év múlva van, de ez le van írva, emberek, ez le van írva, és erre kellene nekem azt mondani, hogy igen. De a gondol, hát ilyen reggel nem fog jönni, ha levágják az összes ujjam, akkor sem. No, tehát ez a lényeg ennek a társadalmi politikának. Ugye ehhez járó hozzá, ehhez a elég galád dologhoz egy tavasszal átalakított szociális rendszer, ami csak azért működik, mert az önkormányzatok egyelőre próbálják kezelni, de ebből komoly konfliktusok lesznek előbb-utóbb, mert ekkora forráskivonás nem fog elbírni ez a rendszer, ami itt van. Tehát ez nagyon-nagyon sok embernek komoly probléma lesz. Ott bedobnak ilyen gumicsontokat, mint ez a magáncsőr intézmény, ugye a KDNP-sek. Egyébként annyival nem gumicsont, hogy egy olyan 11 pár ezer családon segíthet, a mostani számítások szerint, de 200 ezeren meg nem. Tehát ez egy olyan törvény, erre is azt mondtuk, hogy oké, tartózkodunk a szavazásnál, de nem oldja meg a problémákat. A másik most ugye eléggé fölkapott ügylet, és ez nekünk egy komoly feladat, ezt itt mindjárt mondom is a közösségnek, hogy nagy valószínűséggel a legutolsó zárvatartásos népszavazási kérdésünk az át fog menni, körülbelül szeptemberre. Hát közben a kiskapukat meg látjuk, hogy piacnak nyilvánították a Balatonakari meg a Fenyvesi CBA-t, magát a boltot. Igen, és így itt van vasárnap. A Tesco-t is azt kérne, meg a Lidl-t is. Hát az a helyzet, egy településen csak egyet tudsz, és az a problémád most, amelyiket választod ki. Tehát önkormányzatnak itt is joga lenne, hogy azt mondja mondjuk a Lidl-re, hogy ez a piac.
De akkor mit mondom másik? De ugye Balatonokkalin könnyen vannak, mert egy bolt van, meg Fenyvesen is egy nagy bolt van. Én azt hittem különben, hogy a Béla, mert én Akalin, mi Akalin kempingezünk, úgyhogy én ezt két hete láttam már. Mondtam neki, azt hittem, hogy ő azt az öt alkalmat használja ki, hogy nyáron is nyitva lehet, hogy nem karácsony nyilván egy Balatonban. Nem, azt mondta, ki azt vagyunk, nem vette észre. Mondom, nem nagyon, de mindegy, attól még ez van. Na ez egy ilyen téma. Hát Európa, ugye Európával kapcsolatban az Orbánnak elég érdekes felfogása van. A pénz dőljön ide számolatlanul, de mi nem akarunk semmit teljesíteni. Aki jár a városba, látja, hogy tegnap még nem, most már megint egy épületet beállványoztak, és elkezdték a felújítását. A mellette épület ugye 50 évig ott ácsorgott, szegény, lepusztult, stb. Azt is beállványoztak. Komolyan mondom, hogy én is minden reggel körbe megyek a városba, és meglepetéssel tapasztalom, már megint egy házat beállványoztak. Most a Kosztolányi utca, azt hiszem kettővel, vagy mennyi volt ott a sarkon, Laci? Móri Zsigmond utca. Vagy a Móri Zsigmond utcára nyílik az már. 11. És te szerte a városba, szóval tényleg meglepetés számba megy ez. Ugye ez annak tudható be, hogy 50%-ra fölemelték a támogatást, tehát aki jelentkezik és az ott lakók többsége egyetért, az kap 50%-ot. De hát ugye feltételek vannak, hogy például hogy az erkélyeket valaki szabálytalanul beépített, azt vissza kell bontani. Tehát így mindenki megcsinálta. És nagyon fegyelmezetten hagyják végre az emberek, és jól, színes a város, hát hagyományos házgyári épületet már szinte nem is lehet látni. És ugye ezértől egy új dolog, amit Berkes Lévának köszönhetünk, aki felvetette, hogy a négy lakásos házak is pályázhassanak lakóház felújításra, és ezt lehetővé tettük, és hát az Éva volt az első, aki a házával hát ezt megvalósította, úgyhogy majd kérlek is, hogy egy ünnepélyes alkalommal ezt csináljuk meg, hiszen az első négy lakásos ház az óriási lenne, és az lenne a jó hír, ahol vagy, hogy Csingerbe is, ha föl tudnánk újítani négy lakásos házakat, mert ott is vannak 4-es, 6-os, 8-as társas házak, és a bányásztelepen, Gabi. Tehát mások is, ha föl jelentkeznének a lakóház javításra, és mindenki támogatunk.